lampionokkal díszített sportcsarnok, matróz blúzba bújt fiatal hölgyek és öltönyös fiatal férfiak. Ők a dombovári I.S. Gyula gimnázium végzős diákjai, akik izgatottan várták azt a pillanatot, amely egy lépéssel közelebb vitte őket egy életszakasz végéhez. Noha addig azért még várnak rájuk megpróbáltatások. Az ünnepélyes bevonulást követően hagyományszerűen a 11. évfolyam és az igazgatói búcsúztató indította a gimnazisták egyik legfontosabb eseményét, a szallagtűzőt. 96 végzős diákunk van ebben az esztendőben. Ballaga az iskola legnagyobb létszámosztálya, akik 39 fővel rendelkeznek még mindig. Egy 35 fős osztály és egy 21 fős osztály. Így alakult ki ez az impozáns létszám. A középiskolákban eleve az indítható minimális létszám magasabb, mint az általános iskolákban. És hát sajnos vagy nem sajnos, néha a fenntartók is arra kényszerülnek, hogy magasabb létszámokkal engedélyezzék az osztályokat. Így alakult ki ez a magas létszám, viszont arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül ennyien is iratkoztak be 4 éve, tehát mindenkiben volt annyi kitartás, szorgalom, hogy el is jutott ehhez a nevezetes alkalomig. Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölej, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Most egy picit rendhagyó vagy újító módon egyesével jönnek ki a diákok, és a neveiket is felolvassák úgy, ahogy a diploma osztókon szokásos, és utána pedig készülnek a diákok évtizedek óta egy tánccal, egy meglepetés tánccal, ami most én nagyon örülök neki, megrögzött konzervatív igazgatóként, hogy 3 keringőt fog a népes közönség látni. Volt olyan osztályfőnök, aki másik iskolából érkezett hozzánk, ott ez jobban hagyomány, és úgy gondolták, hogy ezzel tiszteljük meg őket. Én, mint igazgató pedig sose szoktam az új kezdeményezéseket ellenezni. Mindig az osztályfőnökök tűzik a szalagokat. Vannak olyan iskolák, ahol az egyel alacsonyabb évfolyam, nálunk mindig az osztályfőnökök, és azt hadd mondjam el, hogy azért is hoztuk ennyire előre, mert ugye a tavalyi tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy minél hamarabb rendezzük meg, hát ha az állam olyan intézkedésekre kényszerül, amikkel már nagy zárt körű rendezvények nem tarthatók meg. Óriásit hajtottak a gyerekek, tehát én tudom tapasztalatból is, osztályfőnöki tapasztalatból is, hogy rengeteg próba van már most mögöttük, és mindent megtettek annak érdekében, hogy úgy fölkészüljenek, hogy ahogy szokták mondani, színpadképes legyen a produkció. Ezt már mi nagyon korán augusztus végén eldöntöttük, kértük az osztályfőnökök véleményét, és azt mondták, hogy bevállalják, és úgy egyébként is ez a szeptember-október programok tekintetében annyira sűrű és annyira impozáns, hogy talán soha nem rendeztünk ennyit a gyerekek számára. Például, ha dicsekedjünk, a végzős évfolyam már Erdélyt is megjárt a szeptember végén, mert volt egy beragadt határtanuló útjuk, amit ugye a tavalyi évben hát eléggé érthető módon nem tudtunk megoldani és megszervezni, és most egy 5 napos gyönyörű úton vettek részt, ahol a Székelyföld legnépszerűbb helyeire is eljutottak. Én is itt érettségiztem az iskolában, és a 80-as években az én évfolyamon volt 1987-ben az első, akinek az akkor igazgató engedélyezte bál megtartását és egy komolyabb szalagtűző ünnepség megtartását, és tudom, hogy ez mit jelentett nekünk akkor, és azt is tudom, hogy mit jelentett volna, ha akkor van mozgókép, és vannak olyan fotó lehetőségek, mint most, amikor a napjainkban annyit tudunk fotózni, amennyit akarunk. Ez a pillanat a végzősök életében mind a hátrafelé, mint az előretekintés momentumai is. Amikor összegezni kell az eddigi éveket és meghatározni, milyen irányban indulnak el a felnőtté válás küszöbén.